És Antenna vagyok, és itt van a stúdióban a jókedv. Te hoztad. Nagyon. Az a baj, hogy én nagyon úgy szoktam működni, hogy van egy social eventem, ez lehet egy ügyféllátogatás, vagy egy bármi, ahol stand-upolok, és utána olyan szintű burnouton van a social happening-től. Szociális izé. Social burnout. Igen. Tehát ez a nem akarok embereket látni, izé, és most nagyjából egy hónapja minden héten van ilyen. Nekem minden nap, tehát minden, nekem ugyanez van, amikor bejövök dolgozni, és 3 órát kell kollégákkal töltenem, akik nagyon jó fejek, imádom őket, de úgy érzem, miután nem tudom, 3 évig gyakorlatilag így csak a Vehez és a családom környezetében voltam, akik nem szociálisan nem draining, tehát nem szívnak le ilyen szempontból, de hogy kimegyek szociális, tehát hogy ami régen, érted, minden nap bejöttem, szociális életet éltem, mit tudom, és utána szerettem volna hazamenni, de nem az volt, hogy hogy most bazdmeg egy hétig nem akarok bejönni. Meg van úgy, hogy, és ez nem a konkrét kollega, mert az a baj, hogy minél távolabb van tőlem valaki, annál jobban idegesít. Már úgy értem, hogy tudod, így ismeretségi körben. De a direkt kollégáim azért nem idegesítenek annyira, de amikor látok így másokat így már egy távolabb, akkor már kurvára idegesítenek. Akiket mondjuk nem ismerek, hogy nem is így van, hogy a kapcsolati távolság és a fizikai távolság ilyen fordított arányban van. Tehát, hogy minél távolabb van kapcsolatilag, például egy másik csapatban dolgozik, de közel van fizikailag, annál inkább ütném meg. Igen, nagyon jó. Mert hallom a működését, hallom a létezését. Fordítottan arányos. Ennyi. Ma is volt egy ilyen social happening, hogy volt valami event, és csak annyit, tehát nem kellett velük beszéljek, de hallottam, hogy ők hogy vélekednek dolgokról. Ez borzasztó. És bennem volt az, hogy megfogom a motoros asztalt, és rájuk utom a gecibe. Szerencsére ott volt Ninja. Teljesen megértelek. Aki ezt ugye ellensúlyozta, hogy így, fú. Ezért szeret cengának is segíteni. Távol van, és szereted. De gagyi, nem érted, de gagyi. Ezt látta, hogy a gyerekek. Nézd meg az oldalt. Hát bazd meg, mit nézek rajta? Ezt a hallgatók nem tudják. Szenga fikázott egy másik magyarországi security-s szereplőt, és az volt az ér, hogy gagyi, és Antenna próbálta megtudni, hogy miért gagyi. És egyébként ez az, amikor ezt úgy tudnám leírni, tudod, a meg nem mozdíthatatlan test és a megállíthatatlan valami, hogy szerintem nem volt hajlandó részletesebben elmondani, Antenna meg nem volt hajlandó érteni. Na, az a baj, tudod, hogy én azt mondod, hogy az amit eszel, az a croissant, az szal. Uh-huh. Ránézek, tök nem úgy néz ki, mint amit én a WC-be szoktam hagyni. Nem olyan a szaga, akkor miért szal? Magyarázd már le, hogy értsem a te kontextusodat, hogy nem tudom. Tehát, hogy ránéztem a honlapra, meg a szolgáltatásokra, nem tudom. Volt. Egyrészt nem tudom megfelelően értékelni, minősíteni, mert nem ismerem a piacot. Nem ismerem, hogy ne, megjött a vendég. Kinyitom. Adjál a hangot egyébként egy kicsit a fülemre. Most már Szengerről beszélünk. Ez mindig szerencse, ha én ott vagyok egyéb. Szóval alapvetően igen, tehát hogy én szeretném megérteni dolgokat, mert én nem tudom fogadni azt, hogyha valami nem jó, de szeretném megérteni, akkor tudom elfogadni. Valahogy úgy működök, hogy akkor tudok dolgokat elfogadni, például, hogy ha elmagyarázni, miért kell 15 giga memória a telefonjába, akkor könnyebben megértem. Ha nem, akkor nyilván hülyeségnek tartom, mert az én életképemben nem fér bele, és én meg sajnos úgy működöm, hogy azt nehezen tudom elfogadni, hogy ha valamiről nekem van egy adott véleményem, és erről meg vagyok győződve, akkor azért másnak a véleményét elfogadni, mert csak az mi van? Miért? Hát hogy? Várjál. Na. Én emlékszek régről, hogy volt egyszer egy ismerősöm, aki hadnaggyal beszélgetett, és annak kérdezte, hogy de miért? És azt mondta neki, hogy csak, hidd el, csináld úgy. Itt mi volt a kontextus? Biztos, hogy hangminőség. Hangminőség volt, igen, hangminőség volt. Ja. Ja, ugye? Ilyen toxikus vagy? Igen, az más, tudod, hogy katona volt. Tehát. Hát persze, a katonákat azt jó szívatni a szemben, hogy csak, ez parancs, hát nem, tudod, hát, hozzászoktál már, nem? Elvárás. De rossz vagy. Teljesen jogos volt egyébként a kérdése. Biztos vagyok benne, de abban is biztos vagyok, hogy na mindegy, nem menjünk bele, mert nyilván... Rossz mentális space-ben voltál akkoriban. Most a kollégámat helyezném rossz mentális space-be, aki kérdezték, hogy ott tudok-e lenni kedden egy meetingen, 1-től 4-ig, és válaszoltam, hogy 1-től 1:30 tudok ott lenni, de elgépeltem, és 1-től 1-et írtam. 1:30-ig? 1-től? 1-től 1-ig, tehát hogy 13:00-tól 13:00-ig, és a válasz, hogy hát szia,
a 13.00-tól 13.00-ig ez viszonylag rövid idő. És igazad van. De hogyha arra gondoltál esetleg, hogy 30-ig, akkor tudjuk így és így folytatni, és meg fog neki válaszolni, hogy nem. Arra gondoltam, hogy 0-0-ig osszátok be az időt. De miért? Jó fej volt, és még ki is találta, hogy mire gondoltam, mire elbasztod volna. Erről a kollégáról, a csapattól függetlenül, és cégrésztől függetlenül mindenkinek az lenne a véleménye, hogy nem. Tehát ő nem jó fej. Ő legalább annyira kötekedő idióta, mint amennyire szengalált engem. Teljesen tévesen, hiszen én nem vagyok ilyen. Mikor két antenna egymásra talál. Hát igen, csak itt most őké szívességet adod. Hát, Isten irgalmazzon neki. Ja. Szóval a borzasztó szociális, szociális interakció. Hát néha az egyébként. Mármint, hogy néha van, amikor... Tehát néha van, amikor szóval néha jó. De vannak olyan helyzetek, ami engem nagyon ki tud égetni. És van egy olyan távoli kolléga, aki mindegy tök jó szándékú amúgy, de tudod, van az a nagyon nagy rajongás, amit nem akarsz elviselni. Ja. Tehát amikor tudod, jön ez a minden... ezt nem tudom, ez a, miért ez a nagyon nagy rajongás? Amikor van rajtad egy piros, most a példa kedvé, piros Adidas felső, igen. Ben vagytok mondjuk az irodába, igen. Este van egy közös vacsi, igen. Ő felvesz egy olyan Adidas felsőt, pirosat, és vigyőhökben mondja, hogy miattad vettem fel. De aranyos. Ugye? Na most gondolj bele, hogy én így lennék vele. Azonos nemű, vagy nem azonos nemű? Ez ilyen, nézd, teljesen mindegy, egyébként azonos nemű, és szakmailag is valamit felnézem, nem tudom miért, teljesen hülyeség. De hogy ez a, annyira jó, hogy itt vagy, és tanulhatok tőled, és ez a haver nem áll. Jó, Antana, velem ilyenek nem történtek még úgyhogy... Velem is ritkán, nem tudom kezelni. Nem, számomra a legjobb érzés az volt, amikor Hacktivity-n valaki megállított, és kérdezte, hogy azért, hogy honnan ismerős a hangom, és mondtam neki, nem tudom. Call center-be dolgoztam. Igen, én vagyok Siri-ban, nem tudom. Tudom, amikor neki, dolgozok, akkor ilyen hangom. De akkor mondani, hogy ja, de van egy podcast, és azért, jaj, tényleg, van egy ilyen podcast. Mondom, igen, van egy ilyen podcast. Az neki az így jó volt, hogy azért, ez úgy voltam vele. Igen, sokan mondják, hogy hasonló a hangom, de nem. Igen, ennyi. Nincs közöm hozzá. Nem. Nekem max ennyi rajongással találkoztam körülbelül. Ez egy kismerősünk. Munkájáról meg is beszéljünk. Ajánlott valakit egy szakmai munkára hozzánk, és az illető meg megkérdezte a recruiterünket, hogy oké, de hogy ez hasonló, tehát ő úgy érzi, hogy ez a munkakör, amit ajánlanánk neki, ez visszalépés mostanihoz képest, és recruiter megkérdezte tőlem, hogy mivel tudnánk esetleg így pozitívá tenni a munkakört, és én poénból leírtam, hogy mondja azt, hogy itt készül a Hekkés Lángos meg, hogy tudja, ki vagyok, és komolyan vette. Nem van. És mondtam, hogy nem, ugye nem? Sose szabad ilyeneket. Nem. Sajnos tényleg nem szabad, mert van, aki tényleg azt gondolja, hogy ez komoly. Hogy ezzel szeretnél izélni, haknézni. Igen. Na, ez rettenetes. De egyébként, akinek vannak szplánkos ismerősi. Béla, nem akarsz szplánkozni? Jó az. Mennyi pénzt kapok érte? Hát tőlem sem ennyi. Amúgy szerintem a Splunk engineer-kedés... nem feltétlenül csak szakmai. Mármint, hogy a Splunkot ugye nem csak használják, úgyhogy így, nem tudom. Nem tudom, bármit megcsinálok, ezt szarom. Most az van, hogy én lehet, hogy flash-elek, de én úgy látom, hogy a tetőn futkálhozik valaki, de úgy körbe-körbe. Van egy futópálya a tetőn, tudod. Komolyan? Én már látom. Várj, ezt nem mondd el, mert ez elég kevés épület. Budapesten hol van futópálya? Futópályának lehet nevezni bármit, ami... Ez az, láttad a jámák kezét, bazeg? Ott is futkároztak a tetón, a fekák. Tetón? Tetón. Francia fekák. Francia fekák. Jó, Anna, majdnem a tarkomon akadt a legváros levél. De hogy lehet az, hogy a tervezett kajálásunkból az lehet, hogy megint lipótit esztek? Szeretem a lipótit. Hát úgy, hogy későn kellett volna ennünk, és nekem biciklivel haza kell tekernem. Jogos. Nekem is. Neki is. Csak mondom. Ringelva jöttél te is? Menők vagytok. Majdnem meghaltam. Itt a nagy soksávos utat valószínűleg két különböző irányba hánytuk volna végig hazafelé, hogyha teletoljuk magunkat 10 évvel palakpanírral. Képzeljétek el, mit csináltam. Egy ponton át kell mennem az Üllőin. És nagy kereszteződés az Üllőin. Nem mondom meg, hogy melyik. Nem itt. Az egyik. Az mindegyik nagy. A hozzám közelebbi. És tudod, ilyen szigetek vannak. És több lámpa van. Most gondoltam, spiros lett a lámpa, mind a két lámpa. És általában ez úgy szokott lenni, hogy az egyiken elindulnak az autók, a másikon meg még nem. És úgy voltam vele, hogy én tudom, hogy merről jönnek az autók,
Még egyszer mondom, az üllői. 3 órakor, pénteken. Bátor húzás. És úgy voltam vele, hogy átmegyek a gyorsan ezen a szigeten. Olyan, és abban a sávban volt, ahol elindultak az autók. Olyan dudálás volt, az életem lepegett a szemem előtt, mondom, ezek előttnek baznak. Ezek most, én most elindultam, egy fasz vagyok. Teljes mértékben. Például tatuálnak veled. Remélem, előkerült az úlakat, és lebasztad a tükrüket. Dehogy basztam le, örültem, hogy életben hát maradok. Fú, nagyon összeszartam magam. Kinek miközben hozzá, hogy te mikor, hol biciklizál? Ez az én akkor vagyok át, amikor akarok. Kussolját! Tudod, miért dudáltak? Hát? Azért, mert fekete. Nem, azért látták, hogy nagyon vagány a bringám. Látták a brigámat, és a csajoknak is szoktak dudálni, és engem is megdudáltak, amikor átmentem az üllőink keresztbe, bazd meg. Irigykedtek. Fú, nagyon megijedtem egyébként. Nagyon rég nem csináltam ilyen nagy fasságot, mint most. Hát annyira megijedt, hogy még mindig falfehér vagy. Egy fekán elég néz. Nagyon jó. Én egyszer hasonlóképpen jártam egy másik ülőin, az ülői az egy ilyen horror, egy másik kurva hosszú nagy kereszteződésnél, ahol szintén vannak szigetek, és én az egyik szigetnél megálltam, és láttam, hogy nem jönnek az autók, de piros nekem is a lámpa. Ugyan, igen, eddig ugyanaz. Elmondom, én itt áttolom. Tehát nem akartam átgurulni, mondom, itt áttolom, elindulok. Léptem le, toltam a biciklit, és így a másik oldalról így keresztezve, így a balra kanyarodók kaptak zöldet, és így nagy lendülettel így jöttek, így keresztbe előttem, és akkor így visszaléptem kettőt az ebből, hogy nem, mégsem. Nem lehet véletlen az a lámpa. Én azt mondom nektek, figyeljetek rá. Nem, fasság ez. Egyetlenül látszik, hogy Magyarországon nincsenek ilyen közlekedésmérnökök, csak ugye kirakosgatják őket. Én is jöttem volna át az üllőin, nekem zöld volt a lámpa. Viszont ott, ahol én szoktam néha átjönni és beparkolni még a házba, ott nem minden esetben veszi észre az autós közösség, hogy ott van egy lámpa. És amikor kb. 70-nel jön át valaki, a neki már 100 éve piroson, akkor azért úgy eszembe jut, hogy én mennyire jó, hogy ilyen tudatosan, vagy lustán, vagy nem tudom, lassan indulok el a zöldnél, mert én ott elindulok időben, vagy esetleg mondjuk, nem tudom, padlógázva, sietve, sportosan indulok el, úgy basszák telébe a kocsimat, mint a kurva élet. Szóval ez elég veszélyes, hogy attól, mert neked elsőbséged, ami nem biztos, hogy meg is adják. A fiammal láttunk egy viszonylag csúnya balesetet, azon, hogy 3 vagy 4 mentő volt a villamosineknél, két autó találkozott valahogy, és csak az egyik volt BMW-s. Úgyhogy hát óvatosan kell ezzel. De, csak hogy mutassam, hogy én milyen pozitív vagyok, ugyebár ez a helyzetben is, a fék semmit nem segített volna. Sőt, csak ártott volna. Ott maradsz előttük. Mert megmérheted, lefékezek az üllői kellős közepén, mert mondjuk sokkot kapok, úgy, és rámarkolsz a fékre, érted? Rámarkolsz, megfogja a kerekeket, és kész, véged van. Bum. Gurultam tovább. Semmi helyes, gond. Úgy is kell, akkor ki kell menni a szituációból. Amikor elütöttek, hát akkor... Ez vállalt fel. Ha már bementél pihosba, akkor... Mi a faszt akartunk egyszerűen? És tovább. Nem, én csak azon imádkoztam, hogy elüssenek. Nem, de tényleg egyébként ez megint egy olyan helyzet volt, ahol a fék semmit nem segített volna rajta. Amikor elütöttek, akkor sem segített volna semmit. Az eddigi biciklis életemben, nem tudom, lassan most már, nem tudom, 6-7 éve biciklizek. Amiből lejön 3, mert ugye otthon voltál. Jókushoz. Ez... szobabicikli nem számít. Igen, a szobabicikli nem számít, tény. De közben tanultam vezetni is, úgyhogy akár még autóztam is, de lényegtelen. Közben megtanultam a Crest, oké? Előtte nem tudtam. Na, szóval igazából egy pont se volt az, amikor így igazán segített volna a fék. Jó, ez nem 100%-os, igaz, volt egyszer egy nagyon kis és rövid lejtő, amire nem számítottam, és neki mentem így vállal az oszlopnak, az váratlan volt, de ez nem volt necces, tehát az nem volt életveszélyes, az egy eleve lassan mentem, és egyszer csak egy nagyon, tudod, egy ilyen dombról így le, mondom, mi a fisten nyila fasza van itt, és akkor így, de akkor húztam is egyébként a féket, de nem segített semmit, tehát neki mentem azonnal az ének de csak a vállamra így lekapta, aztán annyi. De ja. Hát... Nekem más szuhjaim vannak, és nekem sokszor segített a fék. Egyrészt kényelmesebbé tette az életemet, mondjuk hegyen lefelé, tehát azért az időt tud segíteni. A másrészt azért volt olyan, amikor nem vettem időben észre azt, hogy ott van egy köhezbe egy kátyú. De azon át kell menni? Ki kell kerülni? Nem minden esetben. Tehát, ha tudod azt, hogy milyen mélységű és akkor lehet, hogy van az, amikor... Meg tudod, van az a helyzet, amikor mész a betonúton, viszonylag nagy sebességgel megteheted, és látod, hogy előtted olyan murvás út van, amiben... Murvás? Igen, murvás. Ja, murvás. Vagy homokos, mondjuk, amiben, hogyha nagyon
killesen, ügyesen, ügyelve és nagyon fasza vagy, akkor nem lesz baj. De azért van az, amikor így kicsúszik alól, de elcsúszol és nagyot lehet esni. Főleg amikor nagy sebességgel mondjuk betonról, vagy hát én betonosabb útról belemész egy ilyenbe egy vékony gumival, vagy igazából ott már mindegy, hogy milyen vastagságú gumival. Hát nekem az jobb volt ott megállni, és... Nincs is annál jobb, mikor a futóhomokba belefékezel. De igen. Nekem nincs fékem, de én járok olyan helyre, olyan helyeken keresztül rendszeresen, ahol... Ahol vannak ilyen futóhomokos szakaszok. És ez egy... Tehát, hogy oda keresztül megyek utat? Rajta. Oda megy... Nem, hát azon keresztül vezet az utam. Tehát Jézus úgy van, Isten. Hogy ha el akarok menni biciklivel a nagy áruházba, a legközelebbi nagy áruházba, akkor ki kell jöjjek a város határán túlra. És ez ha... az agglomeráció? Igen, körülbelül. Szólnak már visszafordulni. És hogyha nem akarok a forgalmas úton menni, akkor nekem van egy ilyen kerülő utam, hogy ilyen kis erdei susnyáson keresztül vezet az út, egy tó partján, és ott van egy ilyen, hát egy ilyen kitaposott ösvény, ami nagyon sokan járnak, bringások is, tényleg tök jó zöld, full zöld az egész, egyik oldalon egy tó, másik oldalon a fák, és ott vannak olyan szakaszok, ahol a talaj az nagyon laza és ilyen homokszerű. És ott konkrétan érzem azt, amikor megyek a biciklivel, hogy így megy, így jobbra-balra az eleje. De ez olyan, hogyha ott lassítanék ez és akarsz, fékeznék. Ez a stratégia? Igen. Több sebesség. Sebesség. Állandó nyomaték, és így átmegyek rajta. De megérezni, de nem szabad megijedni, és akkor simán át lehet rajta menni. Ugyanez van a hóval is. Tehát amikor bemész be a hóba, és akkor alatta esetleg jég van, vagy ilyesmi, ott nem esel el rögtön. Tehát ha nem esel pánikba, akkor át lehet rajta menni, hogyha nem olyan nem gáz a helyzet. Na mindegy, na és én így ezen járok rendszeresen, hogyha oda akarok menni, és szoktam azért bringával oda menni. Úgyhogy én ezt ismerem, hogy milyen. Én egyszer szemtanúja voltam, hogy valaki ment egy hasonló ilyen erdei ösvényen, és akkor ő úgy gondolta, hogy ő rákanyarodik az útra, ami merőleges, ami viszont tízés volt, murvás volt, és fel volt szorva, és későn kezdőbiciklis volt, és hát mire szóltam neki, hogy ezt ne. Óvatosan, addigra már az oldalán feküdt, és porzott. Még az nem számít elesésnek, tehát ugye akkor számít hivatalosan elesésnek, hogyha mind a két vállad lent van. addig az nem. A törcsiféle szabály a biciklizésnél, hogy... És azt gondolom, szerintem egyszer estem el biciklivel. Az első hónapban, amikor vizes sínen próbáltam átmenni Lukas kerékkel. Mindenki megcsinálja egyszer. Képzeld el, nekem síntől nem volt még esésem. Tehát én mentem rá sínre, de valahogy annyira belém ültették azt, hogy nagy szögben, 90-hez közeli szögben, tehát hogy mindig úgy menj rá, hogy mindig. És volt olyan, hogy bele tapadt, hogy bekapta a kerekét, viszont ki tudtam emelni, rántani. Tehát hogy az... De, tehát nem tudatosan, tudod, ez a ott van a fejedbe, és csak cselekszel. Sok esetben ez nem tudatos. Hát nem, amit mondasz egyébként, persze nyilván nekem is volt olyan, hogy megcsúszott alattam a homok, vagy éppen olyan volt, megoldottam, nem estem el, de nem egy jó érzés. Tehát az a bizonytalanság, nekem legutóbb az, amikor egy céges team leaderi team buildingen voltunk, e-bike-kal, erre kijelölt helyen, downhill-ezve biciklivel. Adrenalin nagyon jó volt egyszer megtapasztalni, hogy milyen ott lejönni, soha többé nem akarok oda menni. Tehát, hogy én úgy döntöttem, hogy a nem akarom a nagyon extrém unalmat se, a nagyon extrém adrenalin se, én a kettő közé úgy beszorítom magam, magyarul én az életet választom. Tehát, hogy én el vagyok azzal, hogy ott van a fék, ránézek a biciklinőre, mindig szégyellem magam, hogy majdnem olyan széles, mint hosszú, tehát tudom, nem jó, meg régen nekem is olyan kormány volt, hogy a vállam, ahol elfihott a kormány is biztos, ez most már nem így van, és nem azért, mert ekkor a vállaim lettek. Kurvára kigyúrtad magad. Hanem, tehát igazából igen, értem, de valahogy nekem az főleg így, nem tudom, a gyerek mellett, meg hogy sokszor együtt is biciklizünk, mert amikor még egyedül megyek, tudod, és az van, hogy hát na bum, max elesek, oké, de mi, hogyha ráesek? Mi van, hogyha nem tud megállni, rámesít? Tehát, hogy túl sok a háttérben zakatoló változó, meg a bizalmatlanság, meg a bizonytalanság, szóval az élet. Az úgy. Azon gondolkodtam, hogy látom ezeket a bringákat, tudod, ahol a hátulra föl van szerelve ez a gyerekülés dolog. Ugye a bringálat egyébként hogy szállsz föl anélkül, hogy ne rúgd le a gyereknek a fejét? Nagyon egyszerű, nincs felszerelve hátul a gyerekülés. De nem te, hanem hogy így általánosságban az emberek. Tehát ilyen, most ilyen
költői kérdés volt. Vagy úgy, hogy hajlítod a térded, és úgy emeled át, vagy előhöl teszed át a lábad, és nem átrugod. De várjál, jó, de hát, hogyha mondjuk magasan van, tehát a normális ilyen apa biciklikről beszélek, igen, tudod, aminek azért nem, nincs olyan alacsonyan a kormánya, mint mondjuk az enyém, vagy csak úgy átteszem előle a lábamat, meg mondjuk széles a ilyen mountain bike-os, igen, ilyen fasság van. Megfogod kormány, az egyik kezeddel a kormányt, másikkal az ülést, aha, és a kettő között felemeled a mellkasodig a térded, és úgy átteszed a lábad. Át lehet simán. Én hordtam így a gyerekeimet, mind a hármat. Én nem vagyok annyira nyúlékony, nem tudom annyira nyitni a lábamat. Tehát meg kell dönteni a biciklit, de akkor már benne ül a gyerek, vagy csak utána rakod bele a gyereket? Nem kell dönteni. Benne ül. Benne ül? Ő meg imádja azt, hogy így 45 fokban így... De nem kell dönteni. Meg egyébként a gyerekülés tetején van fogantyú. És ha ott fogod, akkor ott nagyon stabilan lehet fogni. Tehát ott fogod meg... És akkor szépen átrakod a lábadat, és aztán meg utána már szépen a kormánynál. Normál esetben te hogy mászol fel a biciklire? Tehát, hogy átteszed a lábad az ülés fölött. Én gondolom, láttam egy rohadt jó trükköt, mert nem tudom, hogy hol láttam, de imádom. Egy külök emeled, üzés. Aha, fölem, és beteszem a seggem alá. Meg sem kell emelnem egy a lábamat. Egyszer próbáltam olyat este. De miért? Állóhelyzetben. Fogod a stucnit, fölemeled a biciklit, és beteszed magad alá, és ugyanúgy szállok le. Meg sem emelem a lábamat. Majd gördeszkát szoktam így. Az ugyanaz egyébként. Szóval nem, én nagyon régóta úgy ülök fel, hogy elől teszem át. Hát én is régen úgy ültem, hát aztán megláttam ezt a technikát, és mondta, hogy ebben szerelmes vagyok. Hát jó, ez a technika működött egész addig, amíg nem lett... Gyerek. Nem, amíg nem lett olyan bicikli, nem tudom megemelni az elejét. Ja, azt nem. Meg egyébként 10 éves sem működik. Teleszkópos, nem, nehéz. Nem, neked hátul mi van a sárhányóval? Ja, sárvédővel. Nem tudod, nem tudod. Ja, nem tudom annyira megemelni vele a sárvédővel. Tudod, hogy nem lehet még? Tandemmel se lehet. Tandemmel se lehet. Tudod, melyikkel lehet? Még az egykerekessel is meg lehet oldani. Sőt, az egykerekes az csak így működik. Azt máshogy nem tudod. Igen, máshogy nem is működik. De annak nincs kormánya. Annak nincs, de ugyanúgy beteszed a feneked alá gyakorlatilag így ilyen szempontból meg felugrasz rá. De még annyit a bringi a témához, hogy beszélgettem itt a kollégámmal, 3 éve nem találkoztunk, és körülbelül ugyanazon a szakaszon lakunk. És így kérdeztem tőle, mert hogy most ugyebár új helyen van, új helyre kell menni, hogy most próbálom optimalizálni a bejutást és a hazajutást, és így kérdeztem, hogy te hogy jössz? És mondta, hogy jön, fú, mondom, hát ez tök jó, ez tök érdekes, így megmutatta, hogy itt kell átmenni, meg mit tudom én, és így nem, ez ilyen kertek alatti út volt, úgyhogy a Google Maps az így nem tudtam rajta végigmenni, és akkor úgy volt, hogy jó, akkor kipróbálom a múltkor. És a múltkor volt az a pont, amikor már másodjára... Ez az a rész, amikor nem értél be az adásra, és Szabi, nem, és... Nem. Ez akkor nem is tudtam, hogy felveszünk. Tehát ez teljesen a... Vicceltem, bazdmeg. Nem. De eltévedtél, tudod, mert ugye volt ez a hír állítólag, hogy ti kettem, hogy furcsán utaztok, és néha eltévedtél. Ez így van, de én régen nem tévedtem. Mondtam a főnökünknek, hogy ha lesz olyan céges rendezvény, ahol ti is jöttök, akkor én inkább egy teljesen magánköltséggel, tök másképp megyek. Mert az biztos, hogy olyan lesz az utazás, mint a Gyűrűk Ura. Meg az lenne a baj, hogyha ti vittétek volna a Gyűrűt, akkor biztos, hogy szóval megölünk. Megérkezünk. Meg se talál minket, ne hülyeskedj már. De képzeld el, mi ellen, amikor megérkezünk a hobbitokhoz hozzá, hogy basszus, kocs, ez nem a végzet, egyéb az, itt vagyunk a Samuék előtt. Már megint, hogy kerültünk ide vissza? Szóval körbe-körbe járunk. Na, szóval mondta, hogy hogyan menjek, és akkor úgy voltam, hogy jó, megnézem. Na most kiderült, hogy ez az út, ez földes, macskaköves, és ez akkor volt, amikor másodjára bicikliztem nagyon rég után, úgyhogy iszonyatosan fájt a fenekem, úgyhogy és a fixivel az a jó, tehát hogy ez nem az van, hogy így meghajtom, és így fölállok, és végigurulok a macskakövön, és a fenekem az a levegőben van, és nyilván állsz, Tehát így fölállok, és állva tekerek. Igen, de az comba, de az nem annyira, de ettől függetlenül azért még ott van azért a feneked is egy kicsit a dolog alatt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, úgyhogy ez az útvonal sajnos nekem meghalt, de hát nekem is ilyen 25-ös kerekem van, tehát borzasztó vékony, borzasztó kemény, annak érdekében, hogy minél könnyebben guruljon, és minél könnyebben lehessen hajtani, de hát ennek az a hátránya, hogy a macskaköves út, az egy no fucking way. Meg a földes út, no fucking way, meg az ilyen gyökeres dolgok, tudod, amikor kirülnek a földből, az no fucking way, az ilyen beton. És a lukakat kerülgetjük, már hogy egyébként felütöm, mint a szél. Én azért ízét használok, hogy hívják okat ilyen. Tehát az úton, amit meséltem itt fölöbb az áruházhoz, az például van egy olyan része, ahol vára veszem a bringát, lemegyek egy lépcsőn, majd visszaülök, és tavak között kell mennem,
és hogy a tavak között átmegyek, át kell mennem egy kicsi hídon, mm-hmm. egy kis patak fölötti hídon, ami olyan, hogy a híd után meg egy lépcső van fölfele, és mellett ilyen gyökeres, és én ott föl és le is tudok menni a fixivel, tehát én ott nagyon trükkös benyomom. Ott az én úgy vagyok, én egyébként ezt a teljes mértékben támogatom, hogy igazából olyan könnyű a bringánk, tehát egyikünk se ilyen karbonos, de attól függ, mivel hogy így semmi nincs rajta kb., olyan egyszerű fölkapni, uh-huh. hogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem nekünk a felkapom a bringát, és mit tudom én, átmegyek egy aluljárón, vagy átmegyek egy járdán, vagy valahol, annak érdekében, hogy ne kelljen mondjuk végigbicikliznem az ülőin. Ez nekem egy teljesen járható út, és nem is érzem azt, hogy gyenge lennék azáltal, mert nem találtam meg a biciklis megoldást. Néha olyan embereket látok az ülőin biciklizni, hogy úgy vagyok vele, hogy te a mellékutcákon se biciklizzél. De, és ma azért kimegy az ülői útra, ahova én nem merek kimenni. Az ülői úton biciklissel van. Nem, akkor sem. Jó, lehet, hogy most már van, de régen nem. Sőt, bicikli szuperstráda van. Ezt én nagyon szeretem ma is. Bicikli szuperstráda van. Hát olyan széles, hogy mentőautó elfélhajta. Tehát ott olyan kényelmesen tekesz, mint a kurva élet. Nem tudom, én az ülői útnak azon a részén, ahol most én jártam, itt rohadtul nem volt. De azért az ülői út az hosszú, ahogy már mondtam ebben az izében. Tehát azért nem biztos, hogy végig szupersztráda van. De biztos, hogy benne van egy nagyon király része. A lényeges részén, igen. A lényeges részén. Igen. A gettó irányában nincs. Amúgy én úgy tudom, hogy azt a részét is csinálják, ahogy hallottam még két éve odontól. 2030-ra kész lesz. Alakul az. Sokkal jobb lesz, mint volt amúgy. Ámen. De nyilván ez hosszabb idő még. Ja, beszéltem nektek a sisakról, sisak projektemről, hogy akarok sisakot, biciklivel. Oh. És megtaláltam álmaim sisakját, no. Viszont, hát hogy is mondjam? Okos sisak? Kicsit drágább, mint gondoltam. Biztos voltam benne. Akkor Apple sisak. Kaszkó sisak egyébként. Kaszkó? Kaszkó, igen. Maga a sisak az nothing special, tehát hogy a sisak védi a fejed, oké, viszont van olyan ilyen szemüveg előtétje, ami szemüveggel is működik, és van rajta egy lencse, ami szintén nem lenne annyira izgalmas, de én nyáron szeretek napszemekben biciklizni, hogy lássak is, viszont a dioptriás szemüveg miatt... Jó, de mi van az izzadás? Mi van az, hogy a szemedbe megy az izzadság, akkor mit csinálsz? Na és pont az a lényeg... Egyrészt drága, tehát hogy maga a sisak az ilyen 40 ezer, 50 ezer körül van, ami, ha nem a legolcsóbb sisakot veszed, akkor egy ilyen átlagos áron van sokkal drágább, meg sokkal olcsóbb is nyilván. A gond az, hogy az a fajta lencse, vagy hát ilyen maszk, ami lejön eléd, vagy le tud magad elé tenni, az... Hát abból van több féle, van a teljesen áttetsző, átlátszó üvegszűrű, ami nem érdekel, hiszen pont a napszemüveg a lényeg. Aztán van a napszemüveg eső, meg az a baj, ha napszemüveget teszel fel, és mondjuk este biciklizel, akkor az le kell onnan venni, vagy hát felcsúsztatod, tehát van ilyen izéje, de akkor viszont megint az van, hogy a szemedbe megy bármi, hogyha úgy kettő van. Kettő kell cserélgetni. Na és van olyan, ami viszont fényre sötétedik, ami nagyon jó, és ráadásul olyan árnyalatot tudod, hogy a szürkületbe kiemeli, tök mindegy. Na most ez viszont annyiba kerül ez a fajta, csak az objektív, mint a sisak. Tehát, azt hogy így összesen 100 ezerbe kerül a sisak, ami... Hát valamit valamiért. Ami eléggé fájdalmas. És a másik gondom, hogy ez viszonylag zárt. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen olyan, mint egy motoros sisak, viszont elég kevés fajta szellőző, és attól félnék, hogy nyáron viszont kibaszott túl meleg lenne. Ilyen robotzsarú jellegű, igaz? Mi lenne, hogyha tennénk bele egy... Figyelj, elhozod, és teszünk bele ventilátort. Mindenképp jó lenne. Nincs, csinál hozzá egy aksit, alig fog látszódni. Teszek rá pántokat, hogy fölvehesd a hátadra az aksit. Elesek, nem az a baj, hogy betöltöm fejem, hogy megbaszozálom, és ott hallok meg. Meggyugod a hátadon az aksit, tudod, és tűzijáték. Nem, de visszatérve még egyik, de erre az előlencsére, vagy mi a túlra, erre a napszemüveg előtétre, akkor már ennyi erővel igazán egy pár tízezerért szerelhetnének bele hadot, tudod, ezt a kijelzőt. Augmented reality, ezt akartam mondani, hogy legyen augmented reality, ez mindjárt kellene antenna megy, és így jelzi neki, tudod, hogy tük, jobbra kell haladni, és hogyha ezen a sávon veszed be, tudod, hogy be is van pöttyöző, hogyha ezen a sávon kell bevenni az ideális ívet, pontosan. Ennél sokkal jobban tudok. Apple Vision Pro-t teszek fel a sisakra, és tessék. Tudok podcastet vágni biciklizés közben. Jaj, ez az egy Vision Pro. Tekerek, és így a kezemmel, hogy ez nem tudom, tudjátok, hogy a Vision Pro-t úgy kell irányítani, ez az Apple-nek az augmented sisakja, mint a Melbimbo csavarná, és biciklizés közben. Hát ez csodálatos. Pedig pont azt akartam mondani, hogy az augmented reality-ben lehetne olyan programot is csinálni,
hogy eléd Bimbo csavargatott. Eléd tesz egy kerékpáros csajt, aki mit tudom én, lenge öltözetben hajt előtted, így előre hajolva. És mész utána. És akkor adja a pszichológiai húzást. Hogy ez nagyon hajtsa. Jó egyébként. Ja, nem, szóval igazából itt a kérdést, főleg a pénzügyi oldal az kevésbé izgat jelenleg. Mennyibe kerül majd húfba, hogy hívják? Százas. A kettő együtt. Ne, a te most beleszámoltad. A Vision Pro? A Vision Pro, ja, hát az ilyen millió. Ez ilyen millió? Több millió. Hát jó, de gondolj bele, hogy tudsz közben podcastet vágni. Hát, nem hiszem, hogy a hiperkompatibilis vele, úgyhogy még az semmi gyere se jó. Hát de ott van azért a Music Band, vagy mi a Sösmös, hát az minden professzionálisabban vág. El nem tudom mondani, mennyire nem vágyom egy ilyen eszközre. Tehát, hogy így... Értem, hogy nagyon sokan miért gondolják, hogy ez egy nagyon jó dolog, meg hát, hogy mi a... De amúgy nagyon sokan... Mármint, hogy most még biztos, hogy nem, maga virtuális valóság, nem az Apple kütyüje, maga virtuális valóság az, hogy játékok, meg az, hogy elvonom, én tudom, tökre nem kívánom. Tehát annyira nem akarom magam elzárni a valóságtól, hogy nagyon nem. Tehát, hogy... Mindenki, akit néztem, ugye voltak, most már vannak ilyen, mit tudom én, egy hónapja használom review-k, nem az, hogy kibontottam, és nagyon jó szaga van, hanem vannak már, nem tudom már hónapok óta használni, és mindenki azt mondja, hogy az nagyon jó, hogy az augmented reality-be oda teszel egy tévét, ahova akarsz, tehát, és akkora képernyőd van, amekkorát akarsz, mivel hogy ugye nem valós. De ugye egyébként borzasztó kényelmetlen, és annyira unintuitív, még mindig, és valószínűleg az is marad. Valószínűleg a mi generációnak igen, mármint, hogy ugye mi nem ebbe születtünk, de ahogy mondjuk most a mai generáció használja az okos eszközöket, aki ebbe születik, vagy ezzel nő fel, hogy ez létezik, mondjuk egy sokkal kisebb formában, tehát hogy nem feltétlenül úgy, hogy tudod, külön aksi, ott van nagy, bár mondjuk maga a Vision Pro se olyan nagy, mert mint volt régen, tudod, hogy össze nagy. Kellett magad kábelezni a géppel, borzasztó. Meg hogy mászkáltál a szobában. Is van kábele. Van egy kábele, mert az aksi az, tehát az úgy van, hogy ez egy kijelzőként működik. Aha. Van egy aksi, ami lemegy tehát az a gatyád akasztod fel, vagy övtáskázol, vagy zsebedbe teszed, és abból megy egy kábel a Vision Pro-ba, ennyi. Ez még nem Steve Jobs szintű. Hát nem. Ez még nagyon messze van. Viszont így könnyebb tud lenni a fejeden. Ennyi a előnye. Nem is akarok kitérni azért, de szóval akkor a sisakod egy százasból megvan, hogyha mindent beleteszel. A bukos sisak, meg ez a fajta fotokromatikus láncsa, ez százas. Ja. Azon gondolkodtam, hogy... Hogy múlt héten mentem a fiammal a meccsére, mert focizik, és meccse volt hétvégén. Állunk az ebránál, beszélgetünk, és megáll mellettem egy 60 éves nénike egy ilyennel a fején. Az kemény. Okay. Az átlag nyugdíjas, biztos elgurult, mint Ausztriából. És amúgy meg azért, én azért tartom jó dolognak, mert Bencével beszélgettem, erről mondta, hogy hát de veszélyes a vizor, tehát az, amit magad elé teszel, ugye belemegy, ha elesel, akkor eltűhik, beláll az arcodba, stb. Ami tök valid, viszont a szemüveg is beláll a szemembe, hogyha úgy van. Tehát, hogyha elesek és összetudjuk. De neked kell a szemüveg a vezetéshez? Kell a biciklizéshez, meg a vezetéshez is, igen. Tehát nekem elvileg nem is a távol vagy közellátásról van gondom, hanem összességével látással. Tehát, hogy a szemem nem fókuszál egy helyre, hanem folyamatosan ugrál előre hátra a síkba, és ez nagyon kimeríti a fejem. Tehát vagy szemüveget hordok, vagy kimerül az agyam estére, és nagyon fejfájásom van, szédülés ilyenek. Főleg úgy, hogy most már egy ideje konstans. Tehát amikor itt van a szemem is látni akarok, akkor izé. Tehát lehet, hogyha... Ezért szóval lehet úgy élni, hogyha látsz, akkor fáj. Hogyha elmegyek Borbélyhoz mondjuk, és leveszem a szemüvegem, azért szoktam reggel menni, mert hogyha nem, akkor be kell csukni a szemem, különben hány ingerem van. Tehát, hogyha mondjuk nap végén, amikor a szemem hozzám a szokva a szemüvegen közötti látáshoz, leveszem, de olyan szinten is, hogy amikor nem tudom, kádba még olvasok fürdés közben, és leteszem a szemüvegem, hogy lefürödjek, és hogy nyitva van a szem, akkor ilyen tudod, ez a teljesen szédelgő érzés, kúszaszorom úgy. Gondolkodtam azon, hogy a tested azért jelenkezik az élet ellen. Kicsit igen, olyan, mint a... Izzadsz, nem látsz, fáj a fejed, tüsszöksz. Fordítva működik egy picit. De hát figyelj, most Ninjának ugyanúgy volt gondja az edzésektől vállával, ja, ugyanúgy vannak gondok. Hát jó, de tudom, csinált már. Hát én azt értem, hát de most abban gondolj bele, hogy én egész életemben zéro sporttevékenységem volt. Nulla. Híztam, aztán fogytam, allergián van, ez adottság, mit tudom én. Elkiáltam sportolni, amit hülyén csináltam, tehát nem okosan, nem tudatosan, és nem segítséggel. Ettől megvakult. Ettől lett mindenféle ízületi problémám, meg lett különböző üzem, amit kezelni kell, az lassan gyógyul, főleg úgy, hogy egyébként a testem nem arra volt beállva, hogy mozogjon, hanem kockulás otthon.
A szemem az meg, hát az adottság. Az eddig azért nem tűnt fel, mert nem hordtam a szemüvegem, azt tűnt fel, hogy fáj a fejem. Most nem fáj a fejem, viszont kell a szemüveg. Hát most ez érted, ez ilyen. Szóval, de nem, tehát én ezt nem élem meg ilyen izéként, mert persze foglalkozni kell vele, meg nyilván nem teljesen nyugodt az életem, ezért stressz van, tehát azt is kezelni kell. Egyébként jól áll a szemüveg. Tudom. Na. Köszi. Nincs mit. Hát nem, egyébként nehéz. Azon gondolkodtam, hogy én ilyen izét azon gondolkodtam, hogy veszek magamnak ilyen gördeszkás sisakot. Jű. Már nekem nem tetszenek ezek a biciklis sisakok. Tudom, a biciklire akarod viselni, ugye? A bringázáshoz. Azt hiszem, hogy deszkázni akarsz. Nem, ahhoz még fogynom kell egy kicsit, de egyébként szeretnék, de ugye azt a deszkát még nem találtak ki, ami engem elvisz ából bőbe. Azt érdemes megnézni, szerintem, hogy deszkás sisak a ring az mennyire tud kényelmes lenni, mert azért sok esetben tudom, hogy a deszkás isak nem annyira kötlet, tehát az is az viszonylag mobilis tudsz lenni, nem úgy, mint egy downhill-es isak, amit tudod, teljes full head, abban nem látsz semmit mondjuk a közlekedésben, tehát nem hát, ha nem látsz vele. Deszkás talán jó, de azt szokták mondani, hogy azért nem véletlenül vannak ilyen specifikus isakok, hogy bizonyos portákhoz. Jó, ugyebár ezeket azt néztem, hogy a biciklis isak az elsősorban azért ilyen, hogy tudod, hogyha nagyon gyorsan mész, akkor ilyen aerodinamikus legyen, meg mit tudom, és a deszkás isak az ilyen kicsit ilyen kerekítettebb. Nem tudom, mondjuk azon is van meg a másokon is. Nem, igen, nem de más a sebesség, amivel éri a fejéretezítés. Ja, és akkor ilyen nem mindegy, hogy az egyik kibírja, a másik meg nem. Deszkával nem mész olyan gyorsan, nem. Remélhetőleg. Hát ott mondjuk, hogyha izé fél csőbe vagy, akkor azért, és ott mondjuk fejre esel, az megint egy olyan dolog. Hát jó, hogy... de az ilyen edge case. Tehát az valóban edge case. Ezzel gondolkodtam, mert akár annyira nem tetszenek ezek a biciklis sisakok valahogy, legalábbis jó, biztos, hogy van szép. Csak én még de vannak ilyen városi bringás isakok. Tehát van ugye amit én kinéztem, az speciál az. A sport bringás isak, tudod? Az amit te szoktál, hogy az úgy nézek, mint egy gomba, tudod? Ilyen csepp formájú, igen. Meg van, amit tudod, így hátra még kinyúlik, igen, ilyen kis csavazat. Igen, az ilyen időfutamos isakok, amik tényleg arra vannak, hogy az a légellenállásnak az utolsó kis nüanszait is kisimítsa. Amíg a 15-te száguldasz az üllőin. Ezt akartam mondani. Igen. És akkor vannak a izék, tudod, vannak azok, amik kimondottan városi, tehát azok ilyen csinosak, idézőjében csinosak, tehát azért, na mindegy, én olyat vennék. Mi az városi? Kerékpáros isak. Városi. Fejvédő. Fejvedő. Ugye elküldöm az enyémet, hogy nézzük, hogy ez nem. És az első találat. Ebből van piros is. Ez nem néz ki rosszul, bár na, hát nem tudom. Ez kicsit olyan, mint a sílesiklás. Nézd, hogy nekem mit adod be. Boxolás. Boxolós is. És ami fölül Lukas, tudod. Jó, csak az arcomat, nehogy szétbassza az autó, az a lényeg. Fogvérőt is be kell tenni. Az agyam az le van szarva, csak nehogy az orromat és a szememet valami érje, úristen. Ez van több színben is, mondom, ez a piros nekem, ami nagyon bejön, főleg úgy, látszik is, de valószínűleg, amit én fogok nézni, ez kevésbé, tehát nem ez a szín lesz. És ez a városi fejvédőt beírtam, és a box, ez a hős utcához hát ajánljuk. A 8 valakszak, ez teljesen. A városi fejvédő. Ez jó. Ez a Budapesten úgy kell kimenni az utcára, hogy fölveszed a fejvédőt, meg berakod a fogvédőt, esetleg még a térdvédőt is. Ez egy mezei sétálás. Herevédőt is föl kell tenni. Igen, herevédőt is föl kell menni. Megyek a Népligetbe. Simán lehet egyébként, hogy ezek után ezt valaki meghallgatja a megfelelő körökben, akkor tudod, az Alexandra kiadja az új videóját, hogy felveszi a teljes fejvédőt, megvédőt. Gumírozott ruhát, hogy megyek közlekedni Budapesten. Veszélyes. Ez így van. Na jó, vegyünk fel egy adást. Vegyünk fel egy adást.